feladatú kaptam, hogy hozzak valamilyen meglepetést, és azért gondoltam, hogy pont ezt választom, és ezt hozom ide az óvodai társas körbe, mert ezt az oklevelet én a Nyugat 100 vetélkedői után kaptam a stábtól. Volt egy ilyen sorozat a tévében, egy vetélkedő sorozat is. Nagyon jó volt maga az egész műsor is, és ez meg egy külön öröm volt, hogy ezeket az aláírásokat így egyben megkaphattam én. Adi Endrétől Karinthy Frigyesen át, Illyés Gyuláig, Németh Lászlóig, tehát a nyugatos írók-költők aláírásai vannak itt. Én csak a csíksomlyói nagymamámat ismertem, késői gyerek vagyok, a nagyszüleim már elmentek, mire én megszülettem, nagymama nem, és ő elég gyakran járt hozzánk, és ő nagyon sokat mesélt. Könyvből is, és én nagyon szerettem hallgatni. És gondolom, hogy a nyelv, az anyanyelv rajta keresztül, édesanyámon keresztül, az úgy így lett az enyém, és így lett ilyen. Volt édesanyámnak egy nagybátyja, aki minden évben körbelátogatta a családot, magyarországi rokonokat, erdélyi rokonokat, és mindig mindenkiről tudni akart mindent, úgy hívták, hogy Domokos Pál Péter. És ő egy évben egyszer biztos, hogy eljött hozzánk is. És akkor megkérdezte, hogy ki mi akar lenni, és tőlem is kérdezte, hogy én mi akarok lenni, és én mondtam, hogy én színésznő akarok lenni, és akkor egy kicsit így belegondolt, és azt mondta, hogy mindegy, hogy milyen hivatást választ az ember, az a lényeg, az a fontos, hogy abban a legjobb akarjon lenni, és a tehetsége szerint a legjobbat csinálja. És megkérdezte, hogy tudok, hogy ha én színész akarok lenni, akkor tudom-e, hogy nekem nagyon sokat kell majd tanulni, és hogy tudok-e én verset, olvasok-e. Hát mondtam büszkén, hogy olvasok, de hogy tudok, hány verset tudok kívülről, mert ő is elkezdte sorolni, hogy ő ezt is tudja, meg azt is tudja, meg azt. És így elszégyeltem magam, mert én erre nem lehettem büszke, mert úgy nem tudtam kívülről akkor ilyen sokat. És amikor elment, akkor kiválasztottam egy ilyen szép nagy mesekönyvbe, mesék, verses mesék, mindenféle volt benne, és kiválasztottam egy hosszú-hosszú verset, és azt elkezdtem tanulni. És akkor meszelte anyukám a konyhát, ki volt pakolva minden, csak a nagy csupasz falak voltak fehéren már, mert lemeszelt, és kongott az egész, és úgy emlékszem, hogy beálltam az egyik sarokba, és elkezdtem hangosan mondani a szöveget, és így visszhangzott, és olyan hatalmas érzés volt, hogy én ezzel a hangommal betöltöm a teret. És aztán így falusi programon felléptem, és egy ilyen alkalomkor egy népballadát szavaltam. És megkönnyezték az emberek, és az olyan nagyon mellbevágó érzés volt, hogy ennyire hatott az, amit csináltam. Van egy nagyon-nagyon kedves versem Adi Endrétől, és annak az a története, hogy én 3 évig stúdiós voltam, és ott a drága Bodnár Sándor tanár úr első feladatai közé azt tartozott, hogy hozzunk egy olyan verset, amire azt mondhatjuk, hogy én vers. Tehát ami legjobban tükrözi a magunk szerint a lényünket. És én akkor Adinak azt a versét választottam, ami úgy kezdődik, hogy tele vagyok félelemmel, gyöngeséggel, szerelemmel, gyáva vagyok. Én vagyok a legjobb ember. És az a furcsaság ebben, hogy a férjem is stúdiós volt évekkel később, és ő is ezt a verset választotta. Teljesen függetlenül, nem ismertük akkor még egymást. És amikor én ezt megtudtam, nagyon-nagyon misztikus és varázslatos érzés volt. A jó mellett mindig ott van a rossz, csak én abban bízom, hogy a világban is valahogy úgy van, hogy a rossz az látványosabb, meg
jobban ordibál, meg erőszakosabb, meg erősebb, de muszáj, hogy ott legyen a jó is, mert különben az egyensúly felborulna. Tehát a jó az meg a láthatatlan létezésével azért mégiscsak karban tartja ezt a világot, vagy átöleli valahogy, és csitítja a rosszat. A saját magunkban is.